Itt emellettem Munk Veronika, a Telex tartalomfejlesztési vezetője, és most mutattátok be a Telex legújabb tárcakötetét, aminek az a címe, hogy a félig olvasott könyv és más történetek. Tavaly már megjelent egy hasonló kiadás, a Fukushima-i búvár és más novellák címmel. Miért fontos a Telexnek, hogy az online tartalom mellett print formájában is találkozzon a közönségével, vagy, vagy, vagy csináljon könyveket? Igen, itt is van ez a könyv ö, a kezemben. Nem ez az első eset, ahogy már te is mondtad, ez a második kötetünk. Hétről hétre szombatonként ö, publikálunk tárcákat. Ö. A telexen nagyon fontosnak tartjuk egyszerűen azt, hogy ez egy küldetés tudat, egy szenvedély, hogy a kortárs irodalommal a lehető legszélesebb nyilvánosság találkozzon. A telexnek van naponta 500 ezer olvasója, tehát ez egy elég nagy nyilvánosságot jelent, és nagyon jók a visszajelzések, nagyon szeretik az emberek, hogy nem csak a hírekkel, hanem irodalommal is találkoznak. Egyébként a tárca, mint irodalmi műfaj hagyományosan, tradicionálisan is napilap a sajtó, írott sajtó műfajban honosodott meg a század elő, régen, aztán ez teljesen kiveszett az alapokból, és mi tulajdonképpen egészen pontosan Hász János kollégám, aki ennek a kötetnek is a szerkesztője is, ez az ő ötlete volt, és az ő megvalósítása, hogy ezt kezdjük újra, és, és vállaljuk föl ezt a küldetést. Ez egy nagyon szép küldetés, köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen.